meg a partneri. Szerintem minden ilyen korú zenekarnak ez úgy nagyjából bejön a képbe, hogy mi se tudjuk, hogy ez tulajdonképpen még meddig áll jól. Én szóltam a barátaimnak, hogy légy szíves, figyelmeztessenek, hogy szóljanak ránk, hogyha már kínos nagyon. Nem tudjuk, hogy meddig lett. Sőt, ez az időszak szerintem nehezebb, mint később, mondjuk egy x évvel később. Mert ilyenkor van egy fajta életközepi válság is az emberekbe, egyénenként is. Szendvics generáció, tehát föl le kell adni mindenhova megy el a fókusz, tehát nem az, amikor mi fiatalok voltunk és csak ebbe voltunk szinte, hanem nagyon sok mindennek kell az életbe foglalkozni. És ez ugye szétzilálja az agyban a fókuszálás, és újra kell tanulnunk folyamatosan azt, hogy jelen legyünk ennek ellenére. Sok olyan kérdést felvetesz, hogy meddig, hogyan lehet csinálni egészségesen, meddig áll jól, hogy mennek, ezt jönnek, mindenkinek már több az orvos ismerőse, mint az egyéb, tudod, ilyenkor, úgyhogy... Ezt én sem tudom, én nem gondoltam, hogy ez így fog működni, tehát 24 évesen mondjuk, mikor már mondjuk klubokban játszottuk 24-25 éves koromban, hát én az 50 éves emberekre, mint amilyen most vagyok, 54-dikbe léptem, hát ilyen öregecskeinek gondoltam őket. A rakendolt pedig egyáltalán nem gondoltam, hogy nekik való. És láttam is kollégákat, ahogy játszanak, hát legendák voltak, és nem értettem, hogy ezt miért akarják megcsinálni, vagy ez jó-e, vagy nem tudom. Nagyon kíváncsi voltam erre a korra. És most elérkeztem oda, most kaptam meg a választ, amit ugye 20-sok évvel ezelőtt föltettem magamnak, és igazi válasz nincs rá. Az a válasz rá, hogy ugyanúgy beindít. Magyarán vágyakat kelt. Vágyat arra, hogy játszan. Igaz az, hogy mindannyiunkat érint, hogy a közös energia tolja előre ezt az egész folyamatot szerintem. Hiszek abban, hogy nem véletlenül találkoznak emberek, és nem véletlenül gondolják azt sok-sok évig, hogy dolguk van egymással. Nem különálló lények vagyunk, hanem együtt kell megteremtenünk a muzsikát, és ehhez ott kell lenni. Hogy amikor játszunk, akkor már ugye negyedik, ötödik fellépésnél már úgy nagyjából van egy jó értelemben rutin, amire rá lehet ülni. Hogy amikor már nem nézed, úristen, melyik pedálra lépek, melyik szám jön itt a végén, itt most hangolhatok egyáltalán, van idő arra, hogy egy kortyvizet igyak, ki vagyok száradva. Tudod, van egy ilyen része, ami ebből a szempontból nehezebb, amikor egy fellépésre kell felkészülni. Úgyhogy ilyenkor van egyfajta ilyen ős káosz, az emberek az agya mindenfelé jár. Soha nem fogom ugyanazt hallani, amit a közönség. Ami nekem lejön, az azért a fülem alapján, meg a zenekar, én emlékezetből is tudom, mit játszik a Quimby zenekar, abból összejön maga a húzás, az érzés, és mindaz, amiben belekapaszkodik az ember lelke, mikor előad. És azzal nagyon jól lehet azért dolgozni. Van a barátság, és van a zene által, ami szintén egy közösen létrehozott alap. A zene által is kapunk inspirációt, a hangok által, az éppen meghatározott gesztussal eljátszott hangok nagyon fontosak, mert azokból a gesztusokból lehet megtalálni azt a mélyebben lévő lényeget, amihez lehet kapcsolódni. Szerintem ez a két dolog az, ami a legfontosabb abban, hogy mi tudjunk egymásra reagálni. A hosszú távú együttlétnek, annak van egy olyan vetülete is, amit ugye nagyon sokszor az emberi kohéziók azok, hogy rendben legyenek, hogy azt, hogyha van valami probléma, akkor beszéljék meg, akkor nem könnyű összetartani ilyen hosszú időn keresztül, mert óhatatlan, hogy kerülnek válságba tagok, vannak nehéz helyzetek, vannak problémák, és az, hogy abból ki tudunk keverődni, és hogyan tudjuk megoldani, az például azt lehet tanulni. Először még mindenki, ugye én így, nekem így kényes, én ezt akarom hallani, majd én ezt szeretném játszani, mikor a számokat rakjuk össze, abban most legyen szóló, ott még sokfélék vagyunk. Minél közelebb van az a közös egy pont,
annál inkább együtt rezgünk. Például, amikor sokáig nem találkozunk, akkor eltelik egy idő, mire megtaláljuk egymás frekvenciáit. Én így szoktam mondani. Azok nagyon klasszak, amikor együtt úgy jövünk le a színpadról, hogy mindenki érzi, hogy ez most valahogy így jó szükséges, vagy meg tudtuk pendíteni ezt a pici csodát, ami miatt ezt csináljuk már nagyon régóta. De olyan is van, hogy amikor egyöntetően mindannyian úgy jövünk, hogy ja Istenem, ez most nem sikerült annyira jó. Hogy mitől áll ez össze? Az részben magic. 30 évig azért tart, mert megtaláltunk valamit, amiben ez már nagyon jól működik, és ezért ez odahúz vissza minket mindig. Ezért akarjuk csinálni az egészet, mert ez, amit hosszan itt most elmondtam sok szóval, ez a szeretet energia, az működik. Rengeteg probléma, meg veszekedés, meg akármi árán is, azon túl is működik. Ha ez nem lett volna meg mondjuk 20 éve, akkor már mondjuk nem lennénk így együtt ezen a néven. Sokkal tudatosabbak ma fiatalok is, zenekarok is, amire szükség is van, azt hiszem. Mi nem voltunk ilyenek, mi csak úgy mentünk előre, érted, elindultunk, érted, úgy világgá, meg Európa turnékra, meg minden, hogy gyakorlatilag ezt most így mai eszünkkel így visszanézve teljesen nonsense volt. De úgy csináltuk, és meg az, hogy mindig valahogy így tudatosan jelen lenni. A koncerten nagyon fontos, hogy ott legyen az ember, és ott mindent ki tudjon zárni. Akkor arra a másfél vagy két órára ott tényleg meg tudjon történni az a kohézió, az az együttlét, ami aztán lemegy a színpadról, a közönség felé. A Quimbynek is ilyen az íve. A mi időnkben is voltak ilyen befutók. Olyan is volt, aki így befutott, és még mindig fönn van. De nagyon sok volt, aki befutott, és aztán lecsúszott. És mi pedig folyamatosan jöttünk föl. Ez csak folyamatosan történik, és hogy én még mindig vagyunk. Ha mi befejeztük volna már 20 évvel ezelőtt, akkor is lett volna egy történet, akkor is lett volna. Ha 10 évvel ezelőtt, akkor is lett volna egy történet. Most, hogy mi van, most nagyon tudjuk, csak így azért vannak ilyen irányok, hogy mit tudom, szeretnék ezt, hogyan tudunk ezen a piacon még boldogulni, meg úgy, hogy még örömet adni az embereknek, minden, ez mindig ilyen kihívás. Ezt is azért találtuk ki, hogy magunkat is inspiráljuk, kicsit oldalba rúgjuk, kihozzuk a komfortzónából a zenekart, mert azért cefet nagy meló. Nyilvánvalóan anyagilag nem annyira jó egy ilyen nagy grandiózus dolgot csinálni, mert ez nagyon sokba kerül. Tehát úgy nehéz nézni, hogy anyagilag, emberileg, összetartás szempontjából meg megéri szerintem. Hát eddig bírta ez a kis dal, nem húzom tovább. Húszunk ki a konnektorból a villany zongorát, és még a népek mennek békében az álmaik felé. Mi számoljuk meg, mennyi volt a tapuban. Allez.